Sziasztok, Sűsápon vagyunk egy különleges teremben, amit mondhatnám azt egy ilyen vészhelyzet hozott létre, úgyhogy ennek a helynek is megvan a sztoria. Tóth Péter az egyik szörny a magyar testépítésben. Nem tudom, hogy akartál-e eretektermet csinálni, vagy csak úgy alakult az élet, hogy ezt meg kellett csinálni. Igazából a Covid időszak alatt alakult ki az egész edzőterem. Picit el voltam kényszerítve, hogy csinálják egy edzőtermet, úgyhogy ez így sikerült, egy pici kis magán kis edzőterem. Kapott egy ilyen nevet, egy ilyen TPG-mes felirattal, Tóth Péter néven. És igazából ennyi, tehát ennyi a történet. Elkezdtem egy picivel csinálni, és akkor egyre próbáljuk nagyobbra és nagyobbra fejleszteni ezt az egészet. Ha jól értem, akkor az volt a sztori, hogy te edzősködtél előtte. Így jól edzősködtem, bezártak a termek, és úgyhogy muszáj voltam csinálni valamit, úgymond a vendégkörömmel, vendégeimmel, úgyhogy csináltam egy ilyen kis edzőtermet. És hát akkor úgy hozta a sors, hogy ez megmaradt. Hát ez igen. Ahogy beérkezünk az edzőterembe, van ez a központi rész, ahol felsőtestre edzünk, van fekvenyomópadunk, merevkaros hátgépünk, egy kombinált gépünk, tehát mindig így próbáltam összeszervezni, hogy így legyen mindenből egy kicsi. Legyen ilyen gépem, legyen ilyen padom, evezős vár része, legyen egy keresztcsigám, ahol tudunk azért többfajta gyakorlatot is csinálni. Próbáltam úgy összehozni ezeket a gépeket, hogy mindenre tudjunk edzeni. Tehát nem tudtam egyről azt megcsinálni, hogy a legesleg márkásabb gépém legyen a legjobbak, mert tényleg a nulláról indultam. Viszont próbálom csinálni most is ugyanúgy fejleszteni, hogy legyen minél több gép, több választék, és akkor ez így szépen lassan alakulnak ezek a dolgok. De hát nyilván szakmai alapon néztetek, kipróbáltatok. Teljes mértékben. Ez mindenki mi van írva. Én itt is készülök versenyekre, úgyhogy nekem teljesen megfelel. Ami nekem megfelel, az általában a vendégeimnek is meg szokott felelni. És új készletben is azért vannak kézisúlyzók elég nagy mennyiségben, de többiben is úgy megfelelnek, tudunk minden rendezni. Na most ez azért is érdekes, mert te hagyományos vagy old school bodybuilder vagy, tehát nálad bazi nagy súlyok vannak, én úgy láttam az interneten. Szerintem az elsődleges az a legfontosabb, hogy tudjál fekvenyomni, felhúzni, guggolni. Tehát ezek olyan alapgyakorlatok, amiket nem tudsz kivenni sem a bodyból, sem az erőemelésből, egyikből sem. Tehát ezek nagyon alap dolgok. Én ennek az elve vagyok, de minden ember más, máshogy edz. Én szoktam szettezni, én szoktam gépeken, azért is vannak gépeim, most már egyre több, mert azért az emberek igénylik is kell a gép. Viszont nem vettem meg a kézi súlyzókat, a súlyzós edzést. Szerintem ez egy nagyon alap és nagyon fontos tényező. Ugye van ez egy téveszme, hogy azt hiszik, hogy a gépek az a szabad súlyok ellen vannak, de ez egyáltalán nem így van. Egyáltalán nem így van, tehát nem, tehát kell mind a kettő. Ha jól sejtem, akkor ezt az egészet, ezt elalakítottad ki. Csak hát így van. Én is festettem, én is csináltam, én csináltam mindent ebbe az egészbe. Hát ez egy pici öltöző, tehát ez egy ilyen férfi-női, itt szoktak öltözni, általában cipőt szoktak átvenni. Van itt egy WC rész, van itt egy kardió rész is. És akkor itt a pici pultom, ez pedig egy hátsó teremrész. Ezzel kezdtem. Tudom, hogy ez a kedvenced. Jól tudod, mert lávazó részt. Ezzel kezdtem az egészet amúgy, ezzel az erőkerettel. Mai napig is elég sokat használjuk, ezen szoktunk elég jókat googolászni. Úgyhogy, de vannak itt régebbi gépek is, tehát egy ilyen Vasil, meg ezek a fajta gépek. Azokat én nagyon csinálom. Egyrészt strapabíró, ráadásul meg tudom csinálni, bármikor nem kell 88 alkatrész hozzá. Lábtoló, combhajlító, ülőváldi, tehát minden olyan gépen van, amivel fel lehet készíteni versenyre, és az embereknek is teljes mértékben jó. Most ahogy elnézem, azért a versenyzést azt nem most kezdted, mert itt vannak aztán kupák, meg ilyesmi bőven, sőt, ha nagyon ügyes vagyok, akkor kiszúrom a kedvencemet. És még szuperbadi is van. Hát van az is, igen. Erre hát neked ott a helyed a szuperban, azt ne felejtsük el. Szóval mikortól versenyzel, és hát a héten fog kezdődni a versenyezni még? Amelyet szeretnék versenyezni? Hát az jó kérdés, igazából 38 éves vagyok, úgy gondolom, hogy még azért van bennem egy kevés kis versenyzés. Hogyha bekészülök, akkor általában majdnem minden versenyen részt veszek. Igazából a cél az valamelyik világbajnokság egyrészt, másrészt, ha úgy adja ki a lehetőség, akkor valószínűleg fogok indulni a Superbodyn is. Ebben az évben megint csak sok versenyem lesz, mint a tavalyi évben is. Hány év van mögötted szezonban? Szezonban? Igen. Hát szerintem már 8 éve versenyzek testépítésbe. Én előtte, tehát én előtte 15 éves korom óta versenyzek, én küzdősportoztam. De nem voltam erőmelő?
Nem voltam soha erőemelő, versenyeztem már erőemelésben amúgy, de én nem tartom magamat erőemelőnek. Tehát ezekkel a számokkal szerintem még nem is vagyok, tehát ilyen 8-80-as, 8-70-es számokkal powerben szerintem ezek még nem egy olyan nagy dolgok. Hát ez azért vicces volt. Még azért a 200 fölött nyomkodsz fekve, azt ne felejtsük el. Hát szoktam nyomni, de ez igazából nem is az a lényege neki, tehát hanem az, hogy tényleg vannak az erőemelők, akik kimondott erre vannak szakosodva, és nagyon jók, és nagyon erősek. Vannak a testépítők, akik között is van egy-két erősebb. Részt szoktam venni egy-két power versenyen, már voltam, tehát nem mondom, hogy nem voltam, de nem tartom magamat poweresnek. Nem kizárt, hogy mondjuk jövőre elindulok egy VB-n, mert az is terve van, hogy szeretnék egy VB címet powerba, meglátjuk, hogy összejönne. Így, hogy beszélgettünk, neked van egy egészen komoly filozófiád. Tökéletesen milyen sportot csinálunk, testépítést, erőemelést, csak úgy tudjuk csinálni az egészet, hogy szívből csináljuk és szeressük. Mostanában sok olyan van, sok olyat látok fiatalok közül, hogy csinálják Insta miatt, Facebook, TikTok videók miatt. Én ezt nem így látom, tehát nem ilyen szemmel. Én szeretem ezt a sportot, és én ezt ezért csinálom.